Köszöntöm Önöket! Anyanyelvnek azt a nyelvet nevezzük, amelyet az ember gyerekkorában a szüleitől megtanul, és azt a mindennapi életben természetes módon képes használni. De mi van azokkal a gyerekekkel, akiknek édesanyja és édesapja más-más anyanyelvű? Áldás vagy nyűg a két nyelvűség? Utána jártunk. Csitvedne. Júj, mi egyszeresen? Melyik a legfinomabb? Ez a piros, meg trufe. Milyen íze van? Csokis. Csokis íze van? Hú, akkor ezt is megkóstolom. Kukuriku, törött császárat, vissza a gyémánt fékvajcáról. Vésnya! Aucibem. Két nyelvűség a családban. Miért jó, és miért rossz? Hát sokan feltehetik ezt a kérdést azok közül, akik olyan családban élnek, ahol több nyelv, vagy legalább kettő nyelv jelen van, akár a szülők részéről, ugye, hogyha a vegyes házasságról beszélünk, és számunkra ez nem teljesen idegen itt ebben a környezetben, és tapasztaljuk és láthatjuk, hogy milyen jó annak a gyereknek, aki mindkét nyelvet, majd hogy nem anyanyelvi szinten tudja. 0-3 éves korig van az az időszak, amíg az artikulációnk kialakul, amikor tanuljuk a hangokat képezni. Sőt, egy nagyon érdekes dolog, hogy egész pici korban, csecsemőkorban, olyan 3 hónapos korig van az, hogy hát a világon az összes nyelvnek a hangképzését meg tudják. Tehát képesek a csecsemők kimondani, kifejezni azokat a hangokat. És érdekes, hogy ez leszűkül arra, amit hallanak. Tehát amit ugye visszacsatolunk mi a saját anyanyelvünkkel. De hogyha ez több nyelv, akár azt is lehet, hogy többféle nyelven szólaltatok meg dalocskákat vagy mondókákat, és akkor segítem ezeket a hangképzéseket megrögzülni. Felmerül a kérdés, hogy vannak-e hátrányai. Én inkább az előnyeiről szeretnék beszélni. Akár az olvasás, tanulás közben is elősegíti a gyermeket az, hogy már több nyelven vannak tapasztalatai, és több nyelvet ismer és használ. Igazából a szókincsük is gyarapodik, és mind a két nyelvet egyformán vagy hasonlóan tudják használni. Kétféle ismerősöm is volt, akinek nagyon jól jött ez, és a gyerekek vették az akadályokat nagyon-nagyon könnyen, és mind a két nyelven tényleg anyanyelvi szinten beszéltek, viszont volt olyan ismerősöm, akinél a gyereknél bizony problémát okozott, és egyszerűen nem akart megszólalni egyáltalán, egyik nyelven sem. Itt mi lehet? Szülő ront el valamit? Vagy ez a gyerek részéről, ez a nem tudom melyik nyelven szólaljak meg? Ismerkedik a nyelvvel, ugye ez egy folyamat. Ahogyan megismerünk egy nyelvet, megtanuljuk a kijelentéseket, a szavak jelentését, azt, hogy mi mit jelent, és mit kell csinálni akkor, hogyha kapunk egy bizonyos nyelven egy mondatot, amit meg kell, hogy értsünk, és akár el kell végeznünk valamilyen dolgot, feladatot. Nem zárja ki az, hogy több nyelven hall a gyermek, és használják a környezetében a különböző nyelveket, azt, hogy esetleg később vagy korábban kezdődik nála a beszédindulás. Tehát azt sem zárja ki, hogyha egy nyelvet hall. Volt már arra példa, hogy egyszerűen a gyermek később kezdett el beszélni akkor is, hogyha csak egy nyelv van a családban. Tehát nagyon fontosnak tartják a kutatók, akik ezzel a témával foglalkoznak, azt, hogy egy ilyen módszerrel kezdjük meg a beszédfejlődést, a beszédindítást, tehát egy személy, egy nyelv módszerrel. Ha vegyes is a házasság, akkor anya az anyanyelvén, apa meg pedig az ő anyanyelvén beszéljen a gyermekhez. És az is nagyon jó, hogyha egy bizonyos értelemben hasonló időt használja egyik és másik nyelvet is. Tehát mondjuk egy nap folyamán legalább 30%-ot kell foglalkoznia azon a nyelven, hogy mind a kettő megmaradjon, vagy fent maradjon. Hogy tudják ezt szétszedni, hogy most mi is az enyém igazán? Ha a két nyelvűségről beszélünk, mind a kettő egyformán jelen van az életében? Megszoktam, hogy anyával beszélek egyik nyelven, apával másik nyelven, és akkor hogyan gondolkodunk ilyenkor? Valószínűleg kialakul a gyermekeknél nagyon sokszor. Tehát előfordul az, hogy valamelyik nyelv dominánssá válik.
tehát hogy melyiket használja gyakrabban és mondjuk előszeretettel. Olyat is meg lehet figyelni, és megfigyeltek már, hogy akár periodikusan használja. Tehát egyik nyelvhez érzelmileg jobban kötődik egy ideig, egy-két hétig, azon a nyelven fog olvasni, azon a nyelven fog inkább beszélni. De nyilván az, hogy megvan ez az egy személy, egy nyelv módszer, és használatban van, tehát én mindig magyarul beszélek, a férjem pedig mindig ukránul, vagy más nyelven, ami éppen az anyanyelve. Tehát nagyon fontos az, hogy ez megmaradjon, ez fennmaradjon, legalább az első 3 évig, amíg ugye a beszédindulás megkezdődik általában. Tehát, hogy az abban a periódusban, abban az időszakban ez fennmaradjon és megtörténjen. És a másik pedig az, hogy mind a két nyelvet hát hasonló ideig, hasonló minőségben hallja. Két nyelvűség a családban. Hát ti azért mesélhettek arról, mert itt van egy gyönyörűséges lányotok, aki két nyelvet tud egyszerre. 3-at. Arra figyeltetek-e, hogy mindegyik őtökkel különböző nyelven beszéljen? Na hát úgy szokta meg, hogy én ukránul beszéltem mindig vele, István magyarul, és ő akkor már tudja. Ha az apjával van, akkor magyarul. Ha én szólok hozzá, vagy hozzám ő szól, akkor én hozzám rögtön ukránul. Honnan van a harmadik nyelv? Honnan hát az a orosz? A harmadikot telefon, YouTube. És teljesen tökéletesen megtanulta azt is? Rendesen, tisztán. Talán az oroszat beszéli a legtisztábban. Igen. Milyen nyelven szokott különben rögtön beszélni, hogyha idegenekkel van? Orosz. Oroszul. Hogyha nem tudja, hogy nem hallotta az az ember, hogy beszél, és akkor rögtön oroszul szól hozzá. Már ha az, például az ember magyarul, akkor már magyarul irányul hozzá. Ha ukránul, ukránul. De hogyha olyan, hogy még nem hallotta a hangját, hogy milyen nyelven beszél, akkor oroszul szólt mindig. Te, mint apuka, mennyire tudatosan használod csak a magyar nyelvet? Te tudsz egyáltalán ukránul? Hát beszélni nem nagyon, de szóval mindent értek. De hát mindig azon veszem észre magam én is, hogy oroszul beszélek. Mennyire figyelsz tudatosan arra, hogy a magyar nyelv ugyanolyan fontos legyen neki, mint az ukrán például? Hát én abszolút. Magyar népmeséket olvasom neki. Ha nagyon hosszú a mese, akkor nem bírja végig hallgatni. Most, hogy Ballagós az óvodába, kaptak egy ilyen nagy meséskönyvet, és akkor mindig elővesz ezt a meséskönyvet, és viszi, hogy apa, gyere, olvas mesét. Knézsocsku prinesi, kászku, ja kutu polucsiela. Melyik a kedvenc? A kis... kiskakas gyémánt félkrajcárja. Na, mehet? Mehet. A kiskakas megharagudott, felszállott a kerítése tetejére, elkezdett kiabálni. Kukuriku, török császárad, vissza a gyémánt féklajcárom! Megharagudott erre a török császár. Eredj, te szolgáló, fogd meg a kiskakast, hogy ne kiabáljon, vesd bele a kútba. A szolgáló megfogta, kútba vetette, de a kiskakas csak elkezdi a kútban. Szíd fel, begyem a sok vizet, szíd fel, begyem a sok vizet. Arra a begye mind felszítta a vizet a kútból. A kiskakas megint felszállott a török császár ablakába. Kukuriku, török császárad, vissza a gyémánt féklajcárom! Megint azt mondja erre a török császár a szolgálójának. Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd belé az égő kemencébe. A szolgáló megint megfogta a kiskakast, s az égő kemencébe vetette. De a kiskakas megint csak elkezdi. Ereszt ki, begyem a vizet, hadd olts el a tüzet. Ereszt ki, begyem a vizet, hadd olts el a tüzet. Erre a begye mind kieresztette a vizet, eloltotta a tüzet. Akkor megint csak felszállott az ablakba. Kukuriku, török császárad, vissza a gyémánt féklajcáról.
Még nagyobb méregbe jött erre a török császár. Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, vesd bele a méhes kasba, hadd csípjék agyon a darazsak. Mennyi idősen kezdett el beszélni, és milyen nyelven? Hát még egy éves nem volt, már szavakot mondott, kezdett beszélni. De úgy, hogy én is beszéltem vele, István, mind a két nyelven egyszer. Nem keverte időnként a szavakat? Nem keverte. Mondott ukrán szavakot, magyart is, de amikor már így mondatokat kezdett mondani, már tudta, hogy Istvánhoz hogy kell szólni, és hozzám hogy kell szólni. Még járni nem tudott, de már beszélni tisztán már beszélt. A te szüleid teljesen ukránok, vagy ukrán-magyarok? Teljesen ukránok. Mindenki beszél magyarul, de teljesen ukránok vagyunk. És te az iskolába tanultál meg, vagy és akkor így a falu? Óvodába. Az óvodában mentünk, és ott tanultunk meg. És gyerekek, amikor összegyűltünk, az utcán beszélgettünk magyarul. Na, de a házba csak ukránul. De most a te szüleid mind a kettő magyar hát, volt, ugye? Magyar, persze. Nagyszülők, abszolút. Van-e olyan, hogy egyáltalán te, mit tudom én, hirtelen egyszer csak ukránul szólsz hozzá? Hát inkább csak viccből. Ukránul beszélek hozzá. Ki szokott javítani, hogyha valamit nem úgy mondasz? Hát még egyelőre nem, de szerintem eljön annak is az ideje. De aztán szoktam rá kérdezni, hogy mégis magyarul beszél, de aztán berak olyan szavakat, ami... Hogy is van ez magyarul? Ti hogyan beszéltek egymással közösen? Mi magyarul. Magyarul. Én vele magyarul. Ukránul nem beszélünk. És ilyenkor, amikor hozzátok csatlakozik, akkor ő milyen nyelven szólal? Én hozzám ukránul, hozzá magyarul. És amikor közösen beszéltek? Hát akkor inkább akkor magyarul. Is. Mennyire tesz ez jót a gyereknek, hogy rögtön két nyelvű, és most, hogy így elmondtátok, nem is két nyelvű, hanem három. Ezt a mai világot nem lehet tudni, hogy mire fordul. És akárhova elmegy a nyelvet, nem, az nem baj, nem zavarja, hogyha több nyelvet tud. Csánik jártam szénkéj, hogy szákéj, mennem a szék csárévné. Spokojú nem álljú, vicsások, kérnyi vájú, kipjátyok. Nusza! Milyen nyelven beszélünk, olyan nyelven álmodunk. Ti hogy vagytok ezzel? Hát szoktam, így is, úgy is szoktam, magyarul is, ukrán. Attól függ, hogy mit, meg kivel, meg hogy. Én magyarul álmodok. Azt közös megegyezés, hogy most a gyerek milyen nyelven tanuljon? Ha lesz ukrán, ha nem lesz ukrán, mindenféleképpen itt fog járni a faluba. Mert még buszozni ráér. Ha meg akar tanulni, fog itt is, ott is. Ha meg nem akar, sehon nem fog. Szóval mindenképpen ide a faluba fog menni iskolába. Nincs benned félelem például apukaként, hogyha véletlenül ukrán osztályba kerül, akkor nem fogok tudni neki segíteni? Akkor ő is fog tanulni ukránul. Na, már így 50 év skor felé ideje kezdeni. Szerintetek melyik nyelvet fogja használni, hogyha megnő? Ti hogy gondoljátok? Szerintem magyar, vagyis remélem. Mit vesztek észre? Nagyon-nagyon sokszor a gyerek így elvonul oldalra és játszik. Olyankor milyen nyelven játszik? Általában így, amikor játszik magába, többet magyarul, mert hogy az óvodában a gyerekekben magyarul játszik. Mert óvodában jár így minden nap, ugye ott egész nap magyarul, gyerekekkel magyarul játszik, és úgy, de például az unoka testvéremnek a dédunokája együtt járnak az óviba. Ott hiába, ott nem tudom, hogy beszélgetnek ketten, hogy nem, azt nem tudom. De mikor hazajön, eljön nálunk, vagy ott, avval már ukránul fog beszélni. Itt a szomszéd kisfiú, avval már magyarul fog beszélni, otthon. Mert ugye azt szokták mondani, hogy ha mit tudom én, valamilyen feldolgozatlan feszültség volt az oviba, vagy bármilyen közösségbe, azt hazamegy, és azt otthon kijátsza. Ezért érdekelt az, hogy azt a feszültséget... Magyarul magyarázza el, hogy mi volt ott. Magyarul elmagyarázza, hogy mi volt az oviba, meg minden útközbe is. Hát amilyen nyelven érik az impulzusok. Érdekes, mert olyankor különben magyarul beszél neked is? Olyankor szoktam magyarul mondani nekem, hogy mi volt az, ha magyar gyerekve, ha már ukrán gyerekve volt valami, vagy avval játszott, vagy valami, akkor nekem ukránul mondja-e. De ha magyar gyerekve volt,
akkor magyarul. Nem már töberes? Nem. Je. Шо мене є? М'яч! Ой, точно. Ну, давай, тепер далі твоє. Ну, а у мене... Щось, почекай. Спіши. Бумажний самоліт. Де є? А, точно. Давай, тільки у мене що? Ну? Ну. Miért jó szerintetek, hogyha több nyelvű egy gyerek? Hát ez adottság, abszolút. Lehet adottság is, de ha én nem tanul, nem beszélnék vele ukránul, lehet nem is tudna. De pici kora óta úgy voltunk vele, hiába csak otthon magyarul beszéltünk, de szerettem, hogy ha tudjon így is, úgy is. Mert ilyenkor a legkönnyebb, én tudom, én tisztában a másik testvérem is tisztán, de a kisebbik, aki nem járt óvodába, beszél magyarul, mert már ugye tőlünk is tanult, de már töri nagyon. Én Lemberben tanultam 5 évig, amikor hazajöttem, volt egy öreg bácsi, és mondta nekem, te nem felejtettél el magyarul beszélni? Pedig ott 5 évig magyarul senkivel nem beszéltem. És hazamentem, nem úgy, mint a mostani gyerekek, minden hétvégére hazajöttek. Én 1,5-2 hónapig oda voltam, és magyar nyelvet nem hallottam Lemberbe, és nem felejtettem el. Megmaradt bennem. Apunak a testvére Krasznodárba 83-ba költöztek ki oda, és mai napig nem felejtett el a magyar nyelvet. És ott van, és István van magyar. Van kivel magyarul beszélni, ha elmegyek Oroszországba. Szerinted miért jó, ha több nyelven beszél? Lehet, hogy közhely, de hát annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz. Hát most ez, gondolom, rá is érvényes. Tudjuk nagyon megkeverni a gyereket például azzal, hogy igaz, hogy mi egy nyelven beszélünk hozzá, a párunk egy teljesen másik nyelven, viszont azt hallja, hogy mondjuk ketten a két szülő pedig megint másként beszél egymással. Össze tud keveredni nála ez a dolog? Nyilván eleinte még keveri a mondatokban, tehát a nyelv, a két nyelvet is keverheti, tehát hozhat szavakat abból, ami nem jut eszébe, vagy még nem tudja a jelentését azon a nyelven, ezért hozhatja. Tehát előfordulhat ilyen, és biztosan nagyon érdekes is lehet ez az egész szituáció, amikor így együtt beszélgetnek. De ha belegondolunk egy kicsit mélyebben, akkor talán ez modellezi igazán a több nyelvűséget. És bizony az, hogy két nyelven tudok, vagy akár 3 nyelven tudok beszélni, az azt jelenti, hogy vannak szituációk, amikor egyik nyelvet használom, és vannak szituációk, amikor a másik nyelvet használom. Mennyire terheli meg lelkileg ez a gyereket? Ha túlságosan kényszerítve van, akkor nyilván meg tudja terhelni érzelmileg a gyermeket, viszont hogyha ez teljesen természetes és adott a családban, és nincsenek bizonyos szabályok erre vonatkozóan, tehát annyi a szabály, hogy anya így beszél, apa úgy beszél hozzám, akkor ez teljesen természetessé válik a gyermeknek, és igazából ez érzelmileg nem hiszem, hogy megterhelő lenne. Akkor el tudom képzelni, hogy ha valami olyan dolog történik, hogy de így kell mondanod, vagy. Tehát, hogyha már egy ilyen negatív érzelem csatolódik ehhez a történethez, akkor viszont igen. Nagyon bejött divatba ez mostanság, hogy olyan oviba adjuk, ahol már tanul, még az anyanyelv mellett, egy angol nyelvet. Na, olyankor mi van? Az hogyan terheli meg szegény gyereket? Tehát ez ilyenkor érdemes? Szerintem igen, mindenféleképpen. Hogyha erre a gyerek vevő,
és érdeklődik ez iránt. Tehát, hogyha nyilván negatív érzések társulnak hozzá, és nem érzi jól magát, akkor valószínűleg el kell gondolkodni rajta. De ha nem látok rajta semmiféle szorongás, nem látom rajta azt, hogy nem szeretne oda járni, akkor lehet, sőt. Nagyon fontos az, hogy minél korábban találkozzon a nyelvekkel, és ilyenkor még meg tudja úgy tanulni a nyelveket, el tudja sajátítani, hogy nincs akcentusa. Tanuljunk meg mi most például angolul, hát nyilván mindenki fogja hallani, hogy mi már nem úgy beszéljük. Viszont hogyha addig, tehát ilyen legalább 3 éves korig, vagy 6 éves korig, ha kitoljuk, tehát ilyen 6 éves korig, ha találkozunk egy új nyelve, akkor nagyon-nagyon könnyen el tudjuk sajátítani játszva. Szó szerint. Ha nem beszél a gyerek, mikor kell megijednünk, amikor egyik nyelven sem akar megszólalni? Ugye nyilván a szülők meg tudnak ijedni és félni tudnak az ilyen helyzetekben. Az is fontos, hogy fiú vagy lány, ugye a lányok általában hamarabb kezdenek el beszélni. A fiúk átlagban ugye ilyen 2-3, tehát a 3 év az, ami határ szokott lenni, de nyilván vannak ettől az átlagtól eltérő esetek is, amikor nincsen semmilyen más probléma, csak egyszerűen még nem tudja eldönteni akár azt, hogy hogyan is szólaljon meg, vagy még rendszerezi a nyelveket, tehát tanulja ezeket, és próbálkozik lehet. És ugye nagyon fontos az, hogy ne érje őt semmiféle atrocitás abból fakadó, hogy hogyan mondja, vagy milyen módon mondja, tehát ez is fontos. A másik meg még, amit el szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy annyira nagyon jó az, hogyha a több nyelvet ismer a gyermek, és több nyelvet használ, és megtanul, akár későbbiekben nagyon sok mindent tud, tehát kultúrát is, más kultúrákkal is tud azonosulni, és ez bizonyos értelemben hatalmas értékévé is válhat, és a személyiség fejlődésében is nagyon sok pluszt tud adni az, hogy tud azonosulni azokkal az értékekkel, amelyeket az a nyelv képvisel, amit tanul, vagy amit tud. Automatikusan kétnyelvű lesz a gyerek, ha otthon mindkét szülő a saját anyanyelvén beszél a gyerekhez, de csak akkor, ha eleget foglalkoznak, eleget beszélnek hozzá a saját nyelvükön. Köszönjük mai megtisztelő figyelmüket! 2 hét múlva újra várjuk Önöket. A viszontlátásra!